Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatott. Ricskeszt. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskeszt legújabb adásában a vendégem, a Tankcsapda zenekar. Már rendesen elettem lettem baszva, már az elején káromkodjak egyet, hogy mi van az augusztusi tankcsapda interjúval? Mondtam, hogy nyugalom, érkezik. Most karácsony lesz belőle, nem augusztus, de, de érkezik. Ho, ho, Örülök, ho, hogy itt vagytok. Hol van? <laughs> Sziasztok. Sziasztok! Szevasztok! Sziasztok, kedves gyerekek! Vajdigák! Azért ahhoz képest, hogy itt megint volt egy csomó szünet, meg minden ebbe az elmúlt bő egy évbe, azért pörögtetek rendesen. Volt turné, ilyesmi. Hogy először is kezdjük akkor onnan, hogy augusztus után megint volt egy leállás. Vicceltetek hozzá, hogy másodszor is top van. Nekem ez lefog, bár, a fő, ki ki az Utána csináltuk a, utána csináltuk a, a az 500 as turnét, nem? Igen. Hát nem Ugye? utána, az nem, az utána a, a, akkor, nem utána, akkor, akkor. Akkor. nem utána, hanem akkor. Ja, akkor azzal együtt voltunk. Magyarul mi Magyarul ne, De nem De utána volt egy leállás, mert most... Igen, ősz, volt Jászperin egy hosszú, meg nem tudnád elmondani, hogy mi újság van velünk? <laughs> <laughs> De el tudnám, csak hát az, nem lenne az igazi. Figyú, október közep, október elején volt a, a tavalyi, az 500-as turnénak vége. a vége. Ugye akkor játszhatunk három egymás követő estén, nyilván 500 embereknek a Budapest Parkban, ez egy péntek, szombat, vasárnap volt. Az volt annak az 500-as turnénak a vége. Ez volt október, nem is tudom, hogy ha volt ez a a három dátum teljes október eleje. És onnantól kezdve nem volt nekünk legalábbis koncertünk, meg aztán persze senki másnak se, nem is volt koncertünk egészen idén nyár elejéig. Egészen pontosan, ha jól emlékszem, akkor az idei tanév utolsó napján, vagy, a, vagy ha úgy tetszik, a vakáció első napján, a pénteki napon játszottunk, az volt a Jászberényi buli, és onnantól kezdve gyakorlatilag két héttel ezt megelőzően egyfolytában játszottunk. Azért ez a kb. fél éves leállás, azt szerint az biztos lélekülő lehetett nektek, akik azért szinte minden hétvégén mentek. is már másodszor is, ugye? Nyolc és fél hónapig nem volt koncert egész pontosan. Tehát ilyen, ilyen hosszú koncert nélkül időszak a zenekar történetében soha nem volt. áldásul. úgy nem volt, hogy ezt nem azért csináltuk, meg kitaláltuk, hogy most legyen így, mert ez a koncepció, hanem nem tudtuk, hogy mikor tudunk koncertezni, ez volt a legszerabb az egészben. Nyolc és fél hónapon keresztül nem játszottunk, 32 év alatt, nem hogy nyolc és fél hónap, mondjuk pár hónap volt, tehát voltak olyan ö, éveink, amikor szándékosan húztunk egy koncertféket, és mondjuk nem játszottunk mondjuk négy vagy öt hónapig, de ilyen hosszú idő nem volt soha. Meg akkor is azt csináltuk, hogy mondjuk Magyarországon nem játszottunk, de csináltunk egy Európa turnét, de Magyarországon mondjuk stop volt. De tényleg ennyire, tehát rendesen azért a Jászberényi koncert, emlékszem, az furcsa volt. Ami viszont érdekes volt, hogy hamar visszazöttyentünk. Tehát már a harmadik koncert olyan volt megint, mint amint mindig ezt csináltuk volna. A azért egy ilyen hosszú ide alatt, 8 és fél hónap alatt, hogy lehet fenntartani az érdeklődést? Tehát azért mi, mi, mi az, ami, ami... Tehát ilyenkor gondolom, ugyanúgy mennek a brainstormingok, meg minden egyéb nem, hogy, hogy mit csináljátok, és hogy maradjatok. Most nyilván az, hogy a felszínen, mert azért nektek gondolom, hogy nincs már erre szükség, de azért de valami, valami... de van, Hogyne van. Na, persze, hogy van. Figye, az az idő, amikor azt mondták, hogy jóbornak nem kell cég, ez már végénél elmúlt. Hm. Most már, most már is kell a hát még nekünk érte de most hm. a viccet de hogy nem, persze, hogy kell. Folyamatosan, tehát egyértelmű. Hát ez pont emiatt is volt az, hogy mi minden eszközzel azon dolgoztunk, hogy valami híradással legyünk az emberek felé, vagy valami történjen körülöttünk. És ez egyre nehezebb egyébként, mert ugye egy 33 éves zenekarról beszélünk. Mondjuk most a öregítem magam, mert még 32, de azért már közelebb vagyunk a 33-hoz. Úgy, hogy már mindent megcsináltunk, mert már mindent kitaláltunk, úgy, úgy mindig újat és amit te is mondasz, hogy valóban fölkercse az érdeklődés, ne csak az legyen, hogy az ételbe egy büdös nagy gyott befing, azt azt semmit nem értesz vele, annak nem sok értelme van, sőt inkább visszafelesül el egy ilyen uh, zenekarnál, tehát hogy magyarul már nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy nagyon hibázunk. Uh, nagyon, ez nagyon nehéz feladat. Sokkal könnyebb azt csinálni, hogy elmegyünk turnézni, és közben jönnek a dolgok, és akkor arra építesz, mint az, hogy egy olyan időszakban, amikor nem abszolút nem a komfortzónád, az úgynevezett érdeklődés föntartsd fön, úgy, hogy nem ilyen, ilyen nyögvenyelős, meg ilyen, ilyen, íz, ilyen kínlódós a sztori. Nagyon nehéz. Meg az volt a szarkulvára, hogy ha mondjuk a zenekar azért tartaná tartana egy mondjuk egy 8 vagy a 10 hónapos koncertmentes időszakot, mert mondom az a koncepció, az az elképzelés, akkor azt mondod a rajongóknak, hogy srácok, most nem játszunk eddig meg eddig, majd ekkor meg akkor indul a turné. Vagy, vagy, jön a lemez, vagy mit tudom én, micsoda, teljesen mindegy. Van, van, van egy bizonyítási pont? De ebben az időszakban az volt a kurva szar, hogy nem tudtunk mit mondani, mit mondasz nekik, mikor indulunk túl nézni, jövő óraban, egy fél év múlva, jövőre, mikor, a, mikor mondják azt, hogy lehet menni csinálni bármit is, meddig mondják azt, hogy nem lehet csinálni semmit, érted? ez a, az a fajta teljes bizonytalanság, az a fajta teljes mint, mint, amikor ködbe mégy, és úgy tudod, hogy van itt valami, valami úgy rémlik, hogy vannak itt házak, fák, vagy nem tudom még, de olyan köd hogy az óradik hegyé is alig látsz el, úgy szépen apránként lépésenként csak mégy, mert haladni meg csak kell, nem állhatsz egy helyben, várva, hogy majd felszáll a köd, de igazából ez inkább csak tényleg tapogatózás. Mondjuk azért, hogy ezt szerintem eléggé jól csináltatok tavaly is, meg idén is, hogy nem is voltak meghirdetve a budik, aztán tologatva, tologatva, hanem hogy megvártatok azt, amikor már biztosan lehet menni, hogy csak akkor hirdetétek meg a turnét. De akkor ez gondolom azzal is jár, hogy azért így, így a, a lekötések is utolsó pillanatban történtek, nem? Nem. Nem. Mindig előre dolgoztunk, és hogy, hogy, amit te is mondtál, nem hirdettük meg, mindig le volt kötve, és amikor biztosra vált, meghirdettük, ezért többször kellett újra szervezni. Tehát a dolgokat. mi is, mm. csak nem, csak nem, csak nem Nem nem. igen. igen. Ugye, hát azért a, a nyári koncert időszakban most sokan panaszkodtak, mert hát ugye ősszer is főleg, hogy azért elmaradnak a nézőszámok a vártól. Nem tudom, hogy ti mit tapasztalatok, de mondjuk azért a az Budapest Park azért nem ezt mutatja. Hát nem ezt mutatja, meg most ugye a, 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 nem tudom ez mikor lesz adásban, most hétvégén megyünk, kezdjük a turnét Szeged Vecséssel. Nekünk ilyenfajta problémánk eddig nem volt, de tapasztaljuk a szakmába illetve az, hogy tehát magunkhoz viszonyítani nagyon nehéz, mert egy nézőszám csökkenés vagy egy emelkedés, az nem feltétlenül mindig külső tényezőz lehet tőlünk is bármi, sőt, hogy ez valamikor mi mesterségesen irányítottuk, amikor még volt biztos pont az életünkbe, tehát egy 30-40 ezeres koncert után következő lépésbe simán bementünk egy 600 fős klubba, mindenki azt mondta ránk, hogy hülyék vagyunk, de én azt gondolom, hogy addig még az irányítások mi kezünkben van, és mi rajzoljuk a szín... Magnusz addig, addig ez tök jó pláne, úgyhogy szerintem egy magyar nyelvű zenekarnak nincs más választása, annyira pici ez az ország, annyira pici ez a piac, hogy egész egyszerűen, amikor csúcsra van járatva a zenekar, akkor tudni kell egy iszonyú kéziféket húzni és kezdeni előről ezt a dolgot. Mert hogyha ezt mesterségesen te kezeled, te irányítod, akkor ez tök jó, de onnantól kezdve, hogy amikor az van, hogy más zenekarok, ahogy csinálják, nem akarok neveket mondani most is, hogy meghirdetnek egy arénát, utána egy közép méretű helyet, utána meg bemennek egy klubba, az ciki. Akkor, 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 akkor hirdesülje meg egy klubot, és inkább maradjanak kint az emberek. Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez a fajta építkezés azért nálunk mindig tudatos volt, és ez most így most egy elég kemény szavak, amiket mondok, de lehet, hogy egyébként meg ajtónak rohanunk most hétvégén, ki tudja. Bár az elővételek elé egész jól állnak, de az biztos, hogy azért nem vagyunk hülyék. Tudjuk, hogy a mostani érában hogyha nem lenne Covid, meg nem lenne ez a nagy társadalmi megosztottság, oltatlanok, oltatok, meg ez a nagy kínlódás, ami itt megy az egész világban, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal nagyobb nézőszámokat tudnánk csinálni, mint amiket fogunk csinálni. De azt gondolom, hogy minket nem ez motivál, hogy mekkorát tudunk csinálni. Tehát, hogyha ami mi folyamatosan szondáztatjuk magunkat ilyen szempontból, hogy hogyha látjuk azt, hogy mondjuk Szegeden tudtunk volna csinálni egy-kétszer, akkor a befogadású koncertet is, mert a két nap alatt elfogyott elővételbe a jegy, akkor vagy sűrűből mentünk vissza, vagy legközelebb duplát csináltunk, vagy direkt kihagytunk egy nagyobb időszakot, és egyből mentünk sportcsarnokba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen idős zenekarnak, de egyébként más zenekarnak is egyszerűen egyetlen egy dolga van csinálni én nem tartom jónak azt a megoldást, amit a zenekarok 90%-a csinál, hogy lemondja a koncerteket, még akkor is, hogy a kevés a nézőszám. Szerintem nem ciki, nem ciki, szerintem ez. Mert csomó zenekar látom, most is aki van, akkor próbálja úgy fotózni, meg úgy beállítani a dolgot, mint hogyha teltház lenne, miközben mindenki, mindenki tudja, hogy nem az volt, az ciki hanem az, hogy az, ennek az üzenete az, hogy szerintem akkor is csinálom, amikor nincsenek annyian. Tehát ennek sokkal jobb az üzenete, mint amikor beállítjuk, hogy minden rendben van, vagy az, hogy hazudozok a Facebookon, hogy covidos lett a basszos meg nagyanyám, és kontaktáltam vele, meg mit tudom én, ilyen szardumákkal halazgatnak, meg tologatnak dolgokat, senki se hülye. Szerintem bele kell állni a dologba. Tehát, hogy magyarul mi is 19 lapot húzunk ezzel a turnéval, bármikor leállíthatják, illetve bármikor lehet olyan nézőszám, ami méltánytalannak tűnhetne, de azt gondolom, hogy, ugyanúgy, ahogy a 500 fős turnéra se volt ciki elmenni a tankcsapdával, hanem abszolút pozitívan jöttünk ki belőle, erkölcsileg is, és az emberek is respektálták, hogy beleálltunk egy ilyen sztoriba. Bármi, bármilyen nézőszám is jöhet a tankcsapdával szembe, akkor is bele fogunk állni, mert mi egy turnézó zenekar vagyunk, és az a dolgunk, hogy turnézunk hát ö, most nem alá akarok beszélni, vagy nem szembe dicsérni akarlak egyik ötet Egész ötetsen. nyugodtan, szeretjük. De, de nyugodtan mondja csak, szerintem Bogyak is, is Hát, nem tudom, aki szerintem elmegy egy koncert, azért az, szerintem látja, hogy azért ezt élvezitek csinálni. Tehát azért ez nyilván hát, persze. Külön, különben nem csinálnánk, és ezt hát. tudom, hogy én annyira tök egyszerű, meg annyira profán, meg annyira kézen, meg annyira semmilyen válasz egy ilyen kérdésre, ez kérdés, hangzik el. Hogy, de hát attól, attól, még, hogy egyszerű, meg profán, attól még ez van. Felmegyünk a színpadra, és kurván rátül a cerkánk, érted? Ez van. Ezt mondtad előbb, hogy... De jó hogy... volna. <laughs> hát nekem azért szokott dúzadak, ha nem, ez az érzés még megvan. Nem, mondtad, egyébként, elég, egyébként, mondtad előbb, bocsánat, eszteni. egyébként ami, ami, Tomi mondott, arra egyetlen gondolat, amit nem túl régen hallottam, pont őri Feri mesélte, vagy nem tudom, ő hallott, olvasta valahol több mint hogy a, hogy ugye most, most, ebben a jelenlegi helyzetben nem, nem tudunk úgy túlnézni, mint hogy túlnéznám, meg egy csomó zenekar nem is csinálja, mert nem tud úgy, és van ez a mondás, hogy ha nem lehet, vagy ha, ha, nem csináltam úgy, hogy szeretném, akkor úgy szeretném csinálni, hogy lehet és mi most éppen ezt csináljuk. Hogyha, ha ilyen formában lehet urnézni, ahogy most fogunk turnézni, hogy igazolán kell hozzá, hogy kisebb helyekre kell, hogy menjünk, hogy, hogy legyünk, stb. 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 Akkor, akkor, ebben a formában csináljuk, de a lényeg az, hogy tudjunk koncertezni, hiszen a egy koncertzenekar volt világ és ez, ez, most is így van. Ha nem lehet annyit játszani, meg olyan létszám, meg olyan helyszíneken, akkor nem játszunk olyan mennyiségű koncertet, nem játszunk akkor a helyeken, de csináljuk, mert ez a lényeg, mert az egész annak ez a lényege. Ugye az előbb ezt a megosztottságot, hogy oltottak oltatlanok. volt az a látni akarom a kezeket, azt hiszem az volt a címe a filmnek, amiben szerepet váltatok ti is, viszont ott sem fogalmaztatok meg egyértelmű üzenetet az oltás kapcsán. Nektek ez az elejét a fog a policy, hogy nem vállaltok benne konkrét állásfoglalást, vagy pedig csak szimplán nem akarjátok megmondani az embereknek, hogy mit csináljanak? Annak a ellenére, szeretnünk... hogy egyébként meg utána Teresz kitette a mi képünkkel, hogy 25 percen keresztül Agitáljuk. bizdatjuk az embereket arra, hogy oltassák be magukat. Igen. Tehát ezért ez, ez, ezért ez is egy szép látlelet Magyarországról, hogy milyen szinten használják a nevünket, illetve milyen szinten érnek vele vissza, és milyen szinten hazudnak a nevünkben. Ja, mi arról szóval szeretünk vagy. beszélni, amiről vagy adott esetben győzködni, bár az már nem szokásunk, amiről tudjuk, hogy miről beszélünk. Hát most könyörgöm, egyikünk se virológus, tehát most előállhattunk volna azzal, hogy oltassátok be magatokat, mert így biztonságos, hogy ne oltassátok be magatokat, vagy én ebben nem veszek részt, hogy mit tudom én lehetett volna, de a lényeg a lényeg, hogy alapjában véve hárman van egy, mind a hármunknak van egy megérzése ezzel kapcsolatban, ami nagyjából egyforma, és mi azt csináltuk, de ahhoz mi nem vettük a bátorságot, hogy akár pro, akár kontra, mi most valakit meggyőzzünk arról, hogy neki van igaza attól, hogy oltatlan vagy oltott. Hiszen honnan is tudnánk mi magunk is ö, hitelesen beszélni erről. Mi azt mondtuk, hogy most nem titok, persze, mi beoltattuk magunkat. Egyrészt így tudtunk túrnézni, másrészt mert még azt gondoltuk, hogy ja, hát egész gyerekkorunkban kaptuk a ruszkiszurikat, hát most csak nem döglünk bele. Kész, de itt pont, itt vége én van. Mondom, én is, hallom itt vége is van a sztorinak. Tehát a közvetlen családjainkban van olyan, hogy az egyik bevonultva, a másik nem kész. És attól még ugyanúgy este megöleljük egymást, amikor jó éjszakát kívánunk. ez, Tehát, ez a normális. Ez, ez egy ilyen egyszerű történet. És... De egyébként hozzáteszem, még tovább megyek, nem csak az oltással kapcsolatban, mi amúgy sem szoktunk senkit semmiről meggyőzni. Tehát az a probléma, hogy nem győzködünk senkit. Egyetlen egy dolgot szoktunk győzködni az embereknek, hogy vegye vedd meg elővétel vagy jegyet. Ja. Semmi más. Tehát érted, minden más bélyeg, ami a tankcsapda nevével fölmerül, az, 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 az egy hazugság, mert mi sose agitáltunk senkit semmire. De, de semmire. Ezt a jegyelővétel dolgot is a békeidőben azért győzködtek az embereket a jegyelővételnek a, a, a lehetőségéről, vagy fontosságáról. hogy van... Mert venni akartam egy kurva drága autót. Így van, pontosan. <gül> <gül> nem, mert nem, hogyha, nem, hogyha, hogyha, van, egy, Funció, van egy kisebb, persze. van egy kisebb befogadó képességű hely, és hogyha ott akarsz lenni a koncerten, akkor legyen annyi ezt, hogy megbeszed egy egyet mert lehet, hogy mire oda még, hogy jöttem a koncertre, akkor és hányan vannak akkor, a akkor, akkor majd a jegyszülők, hogy ne haragudj, öregem, két hete nincsen egy miről beszélsz. Volt most aki ne. úgy jött, hogy akkor... Frankfurtban, Hamburgba koncertre, azt, hogy sírnak a bejáratnál, hogy és mondom, mi mit csináljunk a német hatóságokkal, nem? De hát jó, 1400 kilométert utaztam, de most ennyire hülye nem lehet. Magyar magyarul, hogyha valaha valaki győzködtünk, akkor ez mondjuk ilyen szempontból egy a, 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 fontossága volt, vagy, az erre való Figyelem felhívás, De kétségtelen, hogy főleg úgy, hogy egy oltás-nem oltás kérdés is sokkal inkább, sajnos, sokkal inkább politikai kérdés Magyarországon, meg a világon egyébként. Most már Magyarországon kérdés. minden politikai Igen, kérdés. Igen, de hogy sokkal inkább politikai kérdés, semmint valós egészségügyi kérdés, és mivel a politikával amúgy sem szoktunk ilyen szinten foglalkozni, győzködés szinte meg aztán végképp nem, éppen ezért nem győzködünk senkit, se a kontra az oltások kapcsolatban sem. De egyébként az egész élete erről szól, hogy az élet. Ö... A legjobb mére. Az mondjuk igaz. Most itt egy, egy, egy ilyet, egy, ilyet, egy <tok t6> ilyen ütés. Magas <tok t6> <ilyen> <tok t6> <Psotok t6> <t6> labda. Ez, a ez jó, de jó, de egy kávét, hidd Az a baj, hogy erre bármikor képes. Lehet, hogy még lesz még egy pár ilyen. Szóval az élet, pont az a lényeg, hogy ilyen egyszerű is az emberek ezt túl misztifikálják, mert ugye az egész média, meg minden túl bonyolítja. Nem csak az oltások kapcsolatban, az élet dob föl bármilyen szituációt. Az, hogy most elindul az eső, és most te moziba, vagy nem vagy mennyire csajozni, vagy nem mennyire, vagy éhes, vagy rendelsz -e aját vagy, vagy főző magadnak. Ez mind egyszerűen fogoz, hozol egy döntést. Lehet, hogy rossz döntést hozol, de egy döntést kell hoznod. És az a probléma, hogy, hogy ezt a döntést magadnak kell meg, meghozni, és mi azért nem fogunk senkit győzködni arról, hogy úgy döntsön, ahogy mi döntöttünk, mert lehet, hogy mit évettünk. Annyit tudunk elmondani, hogy mi hogy döntöttünk. Sőt, valamikor mi hárman se értünk egyet egy döntésbe. Az egy más dolog, hogy nálunk a görög demokrácia működik. hogy, hogy Az igazi demokrácia. A, a görög demokrácia, hogy, hogy, hogyha ha én azt mondom, hogy igen, ők meg nem, akkor úgy van, hogy én mondom. nem, szóval a lényeg, a lényeg, hogy, 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 a, hogy hogyha két ember azt mondja, hogy igen, akkor a, aki nemet mondott is, az igen felé ugyanolyan hé, hével fog menni, mint, a, mint, mint, a, mint, azok az emberek, akik az igen mondták. Vagy hogy... hogyha kisebbségben van valamelyikünk, de eldöntünk egy dolgot, egy bármit. Szerintem akkor, értették. Nem biztos. Nem Jó, biztos. Van, csak viccelek. A onnantól kezdve a többség. A, a, a többség akaratát csinálja mindenki, érted? Pontosan azért, mert nyilván nem akarunk egymásnak rosszat, nem akarunk hülyeséget csinálni. Az más kérdés, hogy van olyan, amikor azt mondjuk utólag, hogy hm, ez tényleg nem kellett volna. De hát ilyen van, aki dolgozik, az ő hibázik. Nincs ezzel az égvilágon hát. semmi baj, érted? És Tehát, ez, 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 ez ilyen kérdés ez is. Ez, ez is egy ilyen egyszerű kérdés. Az is ugyanúgy, hogy most valaki felveszi a harmadik oltást, hogy veszi fel, nem veszi fel, utánaolvas, nem olvas, járványügyjel kapcsolatban. Mindenki döntse el, és, és szerintem aki más vélemény hallgat, vagy, vagy, vagy eldöntik helyetük, azt szerintem hibázik. Tehát mi nem akarunk senkit agitálni. Minket nem látsz ilyen oltó, vagy bármilyen olyan plakáton, hogy ezt csináld, azt csináld, most csináld, hogy a visszaélünk mondjuk a hírességünkkel. Bármennyire is próbálják azt a politikai oldalt is ránk sütni, mert most ugye a baloldai médiában nagyon futunk azzal, hogy mi fideszes zenekar vagyunk, és ezt nem győzünk magunkról le. Most, sőt, már nem is mosok le, mert már, már mindegy. Hát ha a Fidesz megtámogat minket ezután. Szóval a lényeg a lényeg, hogy, 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 hogy mi Rólunk egyetlen egy olyan felvételt, vagy egyetlen olyan kommunikációt sem látsz, amikor azt mondjuk bárkire, hogy így meg így viselkedjél, ide szavaz, ezt csináld, itt tüntessél, ott tüntessél, ide menjél. Vagy, vagy, Tehát, vagy itt ne csináld Mert ezt, szerintem ne az. Ezt. Mert eleve elítéljük azt az embert, aki a népszerűségével befolyásol olyan embereket, akik, akik, akikre hatással van, és ezt kihasználja. Tehát ez egy, ez egy balfasság. Egyszerűen. Pont, pont, hogy mi az ellenkezői Ami Ha mi használják a népszerűségünket arra, hogy az embereket valamilyen szinten befolyásoljuk, akkor az, ma, akkor az maximum abban merül ki, hogy az olyan lehetőségek alkalmával, mint ez a mostani is, meg egy csomó más, mindenféle más interjú, elmondjuk az embereknek azt, hogy mit titeket összehozni szeretnénk, nem szétválasztani, nem pártokra szaggatni embereket, nem az alapján megítélni valakit, hogy <coughs> valaki sovány vagy nem sovány, férfi vagy nő, fiatal vagy gyerek, rockzenét hallgat vagy, nem, vagy hip-hop zenét, hanem hogyha valaki szereti a tankcsapdát, szeret minket is, kedvelő azt, amit csinálunk, valamilyen szinten velünk együtt tud rezonálni, vagy érezni, vagy egyszerűen csak el akar jönni bul, egy tancsoló koncertet, csajozni, pasizni, berúgni, énekelni, szomorkodni, örömködni, akkor verivel akam, gyertek ide, legyünk együtt, és ne azt nézzük, hogy kinek egyébként milyen színű a szeme, vagy ki milyen zenekart hallgat egyébként tegnap, vagy holnap, vagy ki melyik csapatnak szurkol. Itt nem lilákról, meg zöldfehérekről van szó, itt a van szó, értem, mire gondolok. Ha, ha valakit, vagy valakiket valahogy győzködtünk, vagy, valaki, vagy valamilyen szempontból a saját népszerűségünket igyekeztünk ha arra, arra használni, hogy embereket meggyőzünk valamiről, akkor az maximum az, hogy együtt legyünk, ne pedig külön, ne egymástól széjjel választva. Amit így előbb szövetített a fejem a gondolat, hogy oké, okay, hogy nem álltatok le nyilván, mert hogy különböző háttér folyamatok zajlottak ez alatt a nyolc és fél hónap leállás alatt. Ugye jött ki klipp is többek között, hogy úgy uh, új neki álltatok már? Ugye ez mindig felmerül ez a kérdés nálatok, hogy az utóbbi időben kicsit ritkábban van lemez. Ilyenkor szoktad azt mondani, hogy sokan kérdezték tőlem. Nem, nem, nem. nem. Most nem, figyelj, eleve... Senki nem kérdezte tőled, nyugodtan mondani. Eleve, eleve, eleve nem is... Nem, van egy ilyen támogató csoport a Facebookon, ahol az a pár ember, aki ugye Patreonon támogatja a műsort, van benne. Most meg oda se írtam be, hogy jöttek, úgyhogy <laughs> titokban, titokban van a felvétel. Egyébként, mint a népmesébe, hogy hoztam is ajándékot, meg nem is. Egyébként foglalkoztunk is dologkal, meg nem is. Tehát igazából vannak új dalötletek, vannak új szövegötletek, szöveg de az még nem történt meg, hogy hogy most lemenjünk a próbaterembe, és akkor mondjuk össze is rakjuk őket. Nincs is próbatermünk. most persze nincs is próbatermünk, igen, még mindig a vírfarkashoz könyörögjük be magunkat, még tegnap előtt is ott próbáltunk. De, de a lényeg Sőt, a lényeg. Mi tegnap is. <coughs> mi? Sőt, mi tegnap Mert Ez is. tegnap volt? Hát is. Is. Aha. Meg az előtt is. Ö, tehát a, lényeg a lényeg, hogy ö, nagyon furfangos leszek, lesznek új dolog. Nagyon hát, jók jönne, lesznek. Nagyon jók lesznek. De én, én például izé, most télen is mit tudom én feljátszottam három dalt ilyen kis home videóba, de azok például szarok lettek, mennek a kukába, de azóta... Már nem a helyesek, nem helyesek, a lettek idő. szarok, a tőlek, jó, csak a számok lettek. Helyesek. Eladtam őket, mindegy, már egy másik zene Ja, ja, ja. De, de a lényeg a lényeg, hogy, hogy igen, tehát abszolút, abszolút ez, egy, ez egy élő dolog, ráadásul tekintve azt, hogy hogy az én ez nem úgy működik, hogy be van írva a naptárba, hogy április 10 április 23-ig új dolog megszerzése, hanem tényleg, <laughs> amikor jön, jön. <laughs> ez jó ezt használni <laughs> <f> <laughs> Én megyek itt pár percig, megszerzek pár új számot. Pár nautát, nautát, igen. Mi is megfogad, meg meghallgatjuk a Korda Gyuri bácsi életművét, hát, a tudunk belőle csinálni. <laughs> és, és ez ilyen, nautát. tehát jönnek, jönnek különböző ihletek, uh, azokat szépen feljegyezzük, mint annak idén körkemet emlékszem el, hogy a telefonját, és az ilyen sajtóhír volt, hogy 500 nem volt rajta fölvéve, és akkor az nagyon vicces, ez az enyémen is van, vagy mit tudom én, 70-80, de ebből olyan 20-30 az olyan, hogy így jött az ihlet, és így nem volt nálam gitár, meg semmi, és akkor így feldúdoltam, és akkor így az az, 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 óriás, amikor így visszahallgatom, pont valamelyik nap így hallgattam vissza, és akkor így van olyan, hogy csak így ötlet, mit tudom én, 52, és akkor ilyen, <tos> <tos> ja, persze, is <Ilyen> <coughs> <coughs> Mondom, ezzel mit akarhatott tudtam a ez... művész, <coughs> még én sem tudom. De akkor, akkor nagyon jó. <coughs> akkor ezt jól szólt a <coughs> <benne> fejben. <coughs> Ilyenkor van hogy miért nem mentem el, hogy zeneiskorában is tudok kottát én miért nem <coughs> Egyébként, hogyha a kérdés valamilyen szinten arra valakozott, hogy van-e még mondani való, van-e még miről dalt írni, meg adott esetben zenét, szöveget, akkor bőven. Ja, de én nem aggódok így tehát hogy... Ja, 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 világos, meg nem is éreztem aggódamat a hangodban, csak hogy... <laughs> valamelyik nap beszélgettem egy cimborámmal, aki mondta, hogy átjön, neki nekinek a Lilliput Hollywood az semmilyen szinten, nem mondom, érdekes nekem, meg az meg egyre jobban. Ja, tehát, ja. Hogy így, most hogy a kijött az új klip tegnap, tegnap? Igen. Tegnap, igen, igen ha. Két az új klip tegnap, most így ennek nyomán megint elővettem a nemeszt, és én, én megint felfedeztem ugyanazokat a tök jó dalokat rajta, amiket eddig szó, szóval hogy nem, 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 nem igazán értem ezt. Jó, nyilván persze ezt te ezt... meg a rockmafiát utálod, pedig kurva jól Igen. Igen. ez. Na, nekem az valamiért nem. Első szám. Na, majd Na, hát... ezt még egyszer. Sanyi, de gyere be! <laughs> be! Ez a gyerek, aki utálja a rockmafiát. Találtunk egy rockmafia hétört. Gyere, gyere, ez, gyere. Ez az ördögöt. Nagyon ez... szeretem rajta, többi nekem valahogy nem. Ja, világos. De hát ez annyira is kérdés. Én például a detmagnetiket nem tudom meghallgatni. Az kurva szar az És van, aki meg van őrül. Melyik jel? A detmagnetik. Eleve az a szintetikus hangzás. Volt olyan lemezünk is, Laci. Detmagnetik. Matek. Mondd ja, hogy most lehet, de a Magnetic Szidóban menjünk hát, tényleg vannak olyan, tehát például költem muzika meg, meg, vannak őrülvét, hogy mennyire jó lemez, és tök jó, és nem úgy vagyok valahogy, hogy hát te hülye vagy, hát Pont ezekhez egyébként a megosztás, tehát itt van a fejekbe a gond, hát ennek az, az szar, egésznek... hát hogy, hogy az jó, hát hogy szól, meg izé... Ennek az hát... egésznek az a lényeg, hogy ez egy teljes Én meg a meghallgattam kétszer, nekiestem, és akkor mondtam, hogy hát ez nem az én lezem, le, lemezem lesz, majd a következő, és úgy is lett, mert egyébként jött a következő, és ja, hálal, azt, hát, van, meg, azt meg nagyon szeretem. Azt nem szeretem szerintem, hogy... és szerintem is jó volna. az, Bár én mondjuk, én a szentény szeretem, de ugye én akkor akkor voltam 16, mikor az kijött, és nekünk az ilyen. Hát még fiatal. Te mondtad hogy ami tiniként, amit meghallgatsz, az úgyis, az lesz az igazi. Igen. Ez mai napig így gondolom. Hát persze, nem tiniként, a... hanem amikor alapjában véve elkap az az érzés, hogy neked ez számít. Tehát tiniként azért sok zenét hallgattunk, Boniemtől kezdve abbán keresztül. Én a mai napig szeretem az abát. Tehát, ez, hogy tehát azért mondom, hogy aki az, az ezen röhög, az hülye. Ma bocsánat. De a lényeg a lényeg, hogy de, de volt egy éra, amikor béná hangzik, amikor az emberi így rockerré válik, amikor elkezdtem az egész hát, imét. Elkezd a tököd, de tényleg meg az első cigit elszívod, meg ilyesmi érted, és akkor... Én pucért lettem rocker az van. én is. Hát azért van, hogy... Jó, azért mondanom, akkor... azért mondanom, te vagy akkor hamar szőrösötté, vagy később hogy rocker. Nem vagy, nekem te vagy túl, Alternatív gyerek volt, voltál. Én blúzer voltam. Blueser. Blueser. Milyen voltál még te, úristen. Na mindegy, szóval a lényeg, a lényeg, hogy ez hogy, 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 hogy az, az egész feeling így elkapott, és akkor az ott a legelső intuíció, meg a legelső impulzusok amikor még, még beütnek, azok a legerősebb, és szerintem az életed végig azok is maradnak vagy valószínűleg egy csomó mindenki ezt is keresi egyébként azokban a zenekarokban, akik 15-20 éve vissza, hogy hát ez már nem olyan, hát ez már nem is tud olyan lenni. Tehát ez egy komikus lenne. Hát, meg, igen, meg nem is kell olyan lenni. Hát Tehát persze, hát azért mondom, hogy ha most 25 éves aggyal próbálnánk számokat irogatni, vagy, vagy 25 éves aggyal próbálnánk itt viselkedni, vagy eljátszani azt az ugyanazt az infantilis gyereket, akkor elég komikusá válna ez az egész történet. Tehát, hogy ez egy életút könyörgöm. Tehát, hogy így azért engedjük, mert már, már közelebb van majdnem mindenki a zenekarban az 50-hez, már látja elhagyta, én mindjárt őt vagyok, te mennyi vagy, Laci? 45 múltam májusban. Ha, jó szarú tartod magad, 48-nak Na <laughs> nah, mindegy, szóval a lényeg a lényeg, hogy Ugye két, három hogy, percet hogy, 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 azért, azért még csomó mindenen túl vagyunk már, egyszerűen e, béna erőlködés lenne, hogyha, hogyha nem a mostani agyunkkal gondolkoznánk, és pont ettől hiteles a sztori, hogy viszont Azért tudjuk az örökségünket normálisan tisztelettel játszani, vagy hitelesen és élvezni a koncerten, hogy, mert, mert, egész egyszerűen azok megtörténtek, azokat megéltük ezeket a dolgokat. De az, hogy az elvárás szintjén legyen, hogy Laci egyszer megírta, hogy nincs pénzem, nincs hírnevem, mitől legyen jókedvem, innentől kezdve, ha rámöntek a lóvét, akkor öntsem ki a kukába, lakjak egy másfél szobás lakásba, és lyukhoz cipőbe mászkáljunk, meg éhezünk is, azon mert, azon mert azon már megvan van írva, Ez már megvan van írva. Érve. Tehát ez egy, ez egy képmutatás, ez egy hülyeség. Tehát ez egy Paromság. Hát igen. Hát Ozioszban se, ozi a... se hitelesebb attól, ugyanúgy, hogy ahol fölnőtt, meg milyen gyerekkora volt, meg az, hogy ahol most él. Tehát, hogy azért ezt nem lehet, nem, 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 tudom, ezt, ezt milyen alapon kéri bármilyen szinten bárki számon, illetve nem értem azokat az embereket, akik egész egyszerűen odáig nem jutnak el, hogy. Igen, szeretnék sok pénzt keresni azzal, amit szeretek. Ez a világ legjobb dolga, hogyha valaki azzal keres kurvasokat, amit szeret csinálni. Szerintem az, az, az a legnagyobb elismerés, hogy nagyon jó életem volt. Hát, oké, csak tőle, gondolom, most nem, nem akarok senkihez megfejteni semmit, de nyilván azért ebbe az irítségen Figyel, túl. Figyelj, te műsorod a is... renged, de magad nyugodtan. <laughs> de nyilván az irítségen túl ebbe ott van az is, hogy ez a minden belakar be akar szólni a másiknak az életébe, és így így a csak eszembe jutott most az, hogy tegyük hogy a következő lemezre, mondjuk megírjátok az ember tervez kettőt, most csak mondtam valamit, vagy jönnek a férge kettőt, hogy én akkor nagyon boldog lennék, de mindegy. Tehát, hogy most a Billy Idol kiadott egy négy számos LP-t, ugye mind a négy dal tök különböző stílus. Szerintem az év egyik legjobb cucca amúgy. Nekem is tetszik. Nekem és, is igen. És oké, nem lett mindenki Billy hogy hogy meg tud, megírja a négy dalt, és tudod azt, hogy oké, ezt ebből a régi dalából így lett azt abból a régi dalból, és elnézed neki. De ez egy. Meg valahogy valami érő, ő, ő neki ez, ez így, így, mindig bejön, az előző is bejött. De hogy nem kell ezt a retrózást csinálni. És hogy, hogy, hogy én tök azt hittem, hogy az új Junkiznál is, hogy volt egy esik 720 hogy akkor biztos ilyen retrós lemez lett. És meg tudták csinálni azt, hogy modernizáltak azért, de úgy hallott, hogy az a zenekar, az az a zenekar. És most szerintem az látok is megvan, hogy igen, ez a, ez az a zenekar, csak Megfigyelj, hát meg... meg, meg ez nagyon egyszerű, de tényleg ezt ezerféleképpen szokták megfejteni, meg körüljárni, ilyen meg olyan megvilágításban helyezni, bocsánat. De egyébként meg annyira egyszerű, hát ez egy önkifejezési forma, érted? Ha én azt akarom mondani, akarok mondani valamit, azt elmondom. Azt, ha valaki szerint ez jó, akkor faszol, ha valaki szerint ez nem jó, akkor ő hallgat valaki másnak a dumáját, vagy a másnak a filmjét nézi, vagy festményét megy a múl más zenét hallgat. Hát ez egy önkifejezési forma. Érted? De, de... És, még, és még az is egy annyira szubjektív dolog egyébként, hogy amikor a <sze PlayStation> emlékszem, amikor a kiválasztottuk, hogy ne legyen az a nyitóda. És akkor uh, mi úgy voltunk vele, hogy hát, fie, ez egy old school tankcsap, de de mindegy, imádjuk, szeretjük, de hát ebben most nincs semmi nagy megfejtés, ez egy old school Ahhoz képest az emberek megfejtették, hogy hát ez az új stílus, ez ilyen, meg az, az új stílus, ez olyan, és akkor utána meg teljesen mindegy, meg kijössz egy lehangolt treses mótával, akkor meg, hogy hát gyerekek, már ennyire kell az a pénz, hogy, hogy már ennyi. Tehát, hogy, és akkor, akkor egy idő után ez tényleg elengedett, hogy amúgy meg az a fele azért fog mondom. itt ilyenekkel foglalkozni, hogy Persze, hát ilyen korszak, olyan korszak. Az is mondtam ezt a, a ember hogy ennek a férgeket, akkor meg az lenne baj, hát azt ma hallottuk. Megjelent idén az első sidővel közösen készült dal, ugye akkor még csak egy, egy dalként jött Milyen ki, Mi aztán később Milyen. rajta volt a, az által, ami annyit fikázott mi a fasz van, és az első, a videokliben a Youtube csatornán az első beírások egyik, hogy már csak rádiós lágerben tudtok gondolkodni. Ja. meg. Hát, ha ilyen számon szólnának a rádióba, az, jó, az a világ lenne. Tehát hogy, tehát, hogy, amikor, amikor amúgy meg ez tulajdonképpen ez van, ez vesz körül, hogy tulajdonképpen nincs olyan, hogy tehát már tényleg annyira minden, mindenkinek minden más jelent. Mindenki tényleg, te egy full dolog, akkor ezeket egy idő után legokosabb, ha elengeded. Ha elkezdenénk rágörcsölni, akkor azt agyból megoldjuk, tudod, akkor csinálnánk szerintem a legrosszabb dolgot a világon, azzal nyírnánk ki magunkat egy mozdulattal mondjuk attól nem félek, hogy ne tudnátok megcsinálni mondjuk egy, egy ilyen retrózos lemezt, és lehet, hogy akkor lenne... A gag persze lehetne, de úgy értem, hogy a, tényleg valósan, amikor azt mondom, hogy na itt az új anyag összegyűlt, és most ezt akarjuk mutatni, de ha már, ha már azt annak úgy állnánk neki, hogy na ez a féreg, a féreg idéző lemez, akkor már szerintem bűzlene. Hát meg most na, tényleg ez megint csak nem ilyen szenvedicsérés akar lenni, de meg lehet nézni, hogy mennyi fogyott mondjuk a, a Lilliput Hollywoodból, meg meg lehet nézni a klipeknek a nézettségét, meg meg lehet nézni a koncertlátogatottságot, és ami legfontosabb, hogy a koncerten egy ilyen dalt, akkor azért a kórusból le lehet venni, hogy most akkor a többségnek az tetszik-e, vagy nem. Többit mindenki gondolja hozzá. Ez ha, amikor... van, egy, van egy hamarul, az meg megírta, hogy el se tudjuk játszani élőbe szerintem, mi utána meghallgatta a számot, és mégis csak sikerül, mert ott vannak a YouTube <laughs> felvétele. Hát meg most érted, azt is mondták, nem, hogy a három évtizedes budikból a harmadik biztos nem lesz telt házas. Igen, sőt, alig lesznek rajta. Igen. Aztán ahhoz képest meg, nem tudom, tehát így, így de... Jó, mindegy, nem fogom soha megérteni, hogy, hogy ez miért jó valakinek, hogy ezt fejtegeti, vagy ezen gondolkodik, de majd azt is meg fogja valaki fejteni, hogy én miért gondolom ezt így, de hát nem, nem baj. Azért is kérdeztem úgy leginkább az új lameszt, mert hogy ugye oké, okay, hogy már két éves a, a Lilliput Hollywood, de azért mondjuk túl sok nem jutott neki eddig. Függetlenül attól, hogy amúgy meg tök sikeres, meg tök a sok belőle, nem. de azért, azért most... most mi volt el, ilyen? Az Agyarország. Amikor az Agyarország kijött, akkor ugyanez volt. Tehát ugye Új Péter jött, hogy megtaposta, mint a rongyot, és akkor abban a pillanatban, hogyha az első két kritika kurva szar, akkor megy vele a többi média is, melyből átvesz, és nem szabad ellene menni. És az Agyarország is ilyen volt, hogy itt van a vége, kutyaütő, faszkalapdobos, kritikán aluli számok, és, mit, és tényleg, hogy elolvasod azt a kritikát, ugye akkor ott, ott, ott nagyon megkaptuk a, a vörös kutyától. Egy volt azóta már nem létező zenei magazin ami akkor azt hitte magára, hogy ő a, ő a megmondó, és amit ő mond, az... Hát most is azt hiszi. Nem úgy értem, a magazin, a ma, nem csak az ja. az, az újságíró, az egész magazin olyan attitűd volt, hogy Na és, és, a ja. azóta az a magazin már évek nincs is. És, és mi a, meg itt beszélgettünk. Az egy, az egy generációnak egy például egy meghatározó lemezévé vált. De e, de e, én és, és, és csak arra felmondom, hogy befejezzem a mondatot, hogy az idő, meg az élet mindig minket igazolt. Én a Lilliput Hollywoodnak a sikerét nem a szakmai sikerekben fogom lemérni, hanem amit, amit te is mondasz, a koncert látogatottság a lemezeladás, illetve az, hogy ezek a nóták meddig fognak működni, már pedig ezek a nóták szerintem érzéseim szerint, ez, ez 10-12 év múlva is azt mondják, hogy na még, amikor a Lili Hollywoodon. Akkor te, te is ismered. Ez. Hát igen, igen hogy... 8-10 év után minden lemez felértépő az még, az Tehát a még. Tehát konkrétan az agyarország lemezről, bármilyen nótába belekezdünk most, mindenki elkezd sikítani, hogy végre izé, bármelyik nótából, szerintem a Lilliput Hollywood is ilyen lesz. És egyébként ez, amikor az első kritikák megjelentek, lehet, hogy emlékszel rá, én mondtam is, hogy ez szerintem Magyarország kettő lesz ilyen hmm. szempontból, hogy ez nagyon-nagyon fog működni. Úgyhogy újságírók jönnek-mennek, politikusok jönnek-mennek, viszont a tankcsopda örök meg egyébként az, hogy most egy, egy, ilyen album miatt, vagy ért, úgy értem, nem kaptunk szakmai elismeréseket, aranyzsiráfot, vagy minek hívják meg. Ezt én neked, Laci. Azért mondom, azt akartam pont mondani, hogy értem Még hát... eredet is, hogyha kicsit összeszedjük magadat. Tehát igazság szerint, hogyha illetve nem, hogyha, hanem nem kaptunk ezért a lemezért fajta szakmai elismeréseket, nem kaptunk érte Emerton, Artisius, meg mit, milyen nevű díjak vannak a a, a, magyar könyvzenei szakmában, és ezzel most nem fikázni akarom ezeket a díjakat, nagy félrejtsd, mert egyébként korábbi lemezeinkért kaptunk már a Lanzsirád díjat is, kaptunk Emerton, kaptunk Altisztus díjat is, tehát ilyen szinten vannak ilyen értelemben véve díjaink. Van Viva Comet életmű díjunk, amit ott hagytunk, aztán majd másfél év múlva mentünk egy Jó volt a Egy szó, mint száz. Az otthagyás az náltak én Ezt szoktuk, ezt előszokott. Ez is mutatja, hogy mennyire számítanak. Nem azért hagytuk ott, mert melleszarnánk, hanem annyira berúgtunk, hogy esünkbe volt hogy egyre be a Meg <laughs> nah, a lényeg, a lényeg, Másnap hogy... azért nem ment vissza senki, de más igen, következő igen. héten sem. Hát a, 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 konkrétan a Viva Comedy, a viva, vagy igen, a Viva körülbelül másfél év múlva, amikor már bezárt a Viva, hogy akkor mentünk ért, azt egy portás azt mondja, hogy a francba pedig haza akartam vinni. Igen, de most ha leszartunk, nem szóltunk, az én, én, azt, arra mondtam, hogy ha nem érdekelne minket, akkor oda sem mennénk átvenni alatt esetben, érted? Sőt, vannak is olyan, mondjuk például a, a, a maasznak az összejöveteleire, én 2006 óta nem megyünk el. Ha vagyunk jelölve, ha nem vagyunk jelölve, akkor se. Nem azért nem, mert, mert, ha, mert nem fér még ki a polcra, mert nem fér neki a polcra még egy. Visszatérve, amit akartam mondani, hogy a Lilliput Hollywood annak ellenére, hogy ilyen értelemben, a szakmai szempontból nem lett elismert lemez, vagy nem lett sikeres lemez, ha úgy tetszik, azért mégiscsak elfér belőle egy, mitől ötszörös, dupla platinányi, vagy mit tudom én, hogy kell most az ilyen számokat mondani. Egy szó, egyszerű, egyszerű, fizikai formátumban, CD és pendrive formátumban elfogy belőle, mit tudom én, közel 20 000 darab. Azért ez manapság, amikor jó, jó esetben is tucat számra lehet eladni, tucatnyit lehet eladni egy, egy CD-ből, vagy osztogatással ki lehet adni azt a 300 tisztelet példány nagy nehezen a haverotnak érted, és azzal a dolog le is főt. Ehhez képest egy, egy, egy 15-20 ezer példányszám közötti eladás azt gondolom, hogy ez nem azt jelzi, hogy ez a szar. Persze, te ezért mondtam ezt, és hogy ez, ez, azért ez mégiscsak titeket igazol. senkinek senkine nem fogta pisztolyt hogy menjél be azonnal a benzinkútra, és vedd meg a lemezt, mert különben lesz olyan hírgumburgum fentről majd, nem tudom kicsit, hát hogy jól lesz. azon le, kívül meg még ott vannak a koncertek, amikor tényleg azon, hogy, hogy na belekezzünk a nótába, és akkor onnantól kezdve nincs kérdés. Tehát, és ez tök jó, de hát ezt végig csináltuk egyébként a rockmafiával is most én Nyilván a saját érkezésem óta tudom ezt elmondani. Az urai vagyunk a helyzettel is. A feldolgozás lemezzel, hogy <kül> szerintem az nagyon jó, hogy nem, ö, tényleg nem a retrót nyomjuk, hanem hogy mindig a. a mivel, hogy amíg vannak ö, dolgok, amiket el akarunk mondani, azokat elmondjuk a saját eszközeinkkel. És nem nem kötelezettségből írunk dalokat, mert, hogy na itt az ideje, most már ki kell adni egy lemez, mert eltelt most már 365 nap. És a közönséget nem lehet, hosszú távon nem lehet átverni rövid távon át lehet, hosszú távon nem lehet átverni. És pont jó, hogy, hogy a, a közönség igazolja vissza a leginkább ezeket a, ezeket a dalokat. És amikor, amikor öt év telt el két között, akkor, 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 annak volt itt az ideje, illetve nem volt ott az ideje, hogy a kettő között legyen lemez. Tehát, hogy mi ezt széleg annyira arra szoktuk bízni, hogy ahogy, ahogy jön. Jó, mondjuk egyébként ha szigorúan veszük, akkor az urai vagyunk a helyzetnek, és a Lilliput Hollywood között nem telt előtt év, mert ugye ott volt a fel, fel, igazából akkor csak három. Igen, hát mondjuk a Rokma film meg az urai hát vagyunk akkor is között. Hisz, 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 mi van már az új lemezzel? Ugyanezt kérdezted a kezbe. Ráadásul, ráadásul, hogyha valaki ha valaki meghallgatta, vagy meghallgatja a feldolgozás albumot, annak is nyilván azt a korongját, ami mi játszunk, ugye, mert a másik korongon mások játszhatnak a csodaszámokat. Ha meghallgatja valaki azt a 12 dalt, ami azon a, mi általunk játszott lemezen van, akkor az hallhatja, egy picit is van a, fit, a zenéhez, vagy a zene az akkor az hallhatja, hogy hogy az olyan, mint egy, mint egy új tankcsodalemez, a szónak abban az értelemben legalábbis, hogy mi azokat a dalokat megcsináltuk, összegyúrtuk, nem mi írtuk a dalokat, originálisan a zenét meg a szöveget, de olyan szinten átformáltuk a saját szánk íze szerint, és felvettük újra a stúdióban, és, és hozzátettük a, azt, amitől szerintünk tankcsapdásá, vagy a mi hangulatunkban felfogható, vagy értelmezhető, válnak ezek a dalok, hogy az gyakorlatilag az én szemüvegemen keresztül legalábbis biztosan olyan, mint egy új tankcsodalemez, vagy mint egy tankcsodalemez, azzal a különbséggel, hogy arra a lemezre nem írtok a szöveget, a zenéket. Ez kétségtelen, de hát hány olyan zenekar a világ, világon, ahol nem a zenészek írják saját magunknak a zenét, meg a szöveget, érted? De ez, de ennek ez volt a nyilván de ez a, a próbója. De Egy bonzsovi se bonzsovi írt például. Hát biztosan írt, ő is, érted, de azért ez mondja, hogy elég sokszor Igen. lerakod az asztal nekik néhány jó nótát, érted? A, 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 a dolgozatok felkapcsán egyébként ezt csak azért említettem meg, mert nagyon kíváncsi rá, hogy mit szóltatok hozzá, amikor kikerült az Osziánnak a, a -ja? Ugye tudom, hogy ezt múltkor egy interjúban megbeszéltük, és az újságba be is került, csak kíváncsi vagyok, hogy aki esetleg nem olvasta azt az interjút, az, az is tudja, hogy milyen érzés volt az, hogy az Oszián eljátszott egy tancsapdadalt. Figyelj, az Oszcián, eleve paksi ember munkássága, meg minden, ö, ne, nekünk, én azt gondolom, hogy de mind a három nevében mondhatom azt, hogy óriási maxilexpekt, amikor a Paksi Endré di, di, divat volt fikázni, meg a Paksi André di, divat volt belerugni, akkor mi még akkor is ott álltunk, és azt mondtuk, hogy kicsit mindenki vegyen vissza, amikor volt a nagy szembesítő lángoló gitárok interjúnk is, hogy basszátok meg az anyátokat, hogy vagy olyan emberbe, aki, aki itt megalapozta a magyar rockzenét, ott volt a legelején, ilyen módon is ilyen alapon nem lehet beszélni. Még akkor is nem azt mondom, hogy nem lehet negatív kritikát megfogalmazni vele szembe, de ilyen szinten gyalázni embereket, ez meg ez vérrázító. A tiszteletet tartani kell, nincs más. Tehát ez az a kategória, hogy ezek az emberek körüljenek nekik, hogy ilyen törvények vannak, mert másképp rendeztük volna le Endrének a nevébe ezt a történetet. Most innentől kezdve az, hogy milyen munkásság, vagy tetszik, nem tetszik, milyen volt, meg minden, nem menjünk bele, de maga csak a Paksi Endre, mint, mint, ember kategóriába. Az, hogy, hogy nálunk ilyen szempontból van egy ilyen titkos összekacsintás, hogy teljesen más honnan jöttünk, teljesen más képviselünk, teljesen más értékrend mellett élünk, ez nem azt jelenti, hogy ne tisztelnénk egymás munkásságát. Nem kell ezért visszafele minket szeretni Endrének, de ő is respektálja azt, hogy mi respektáljuk őt, tehát hogy van egy ilyen fajta közös kölcsönös tisztelet, és természetesen jól esik mindenfajta megnyilvánulás ezzel kapcsolatban, pláne úgy, hogy velünk kezdte a sor, tehát hogy mindenféleképpen ez egy megtisztelő dolog. Igen, a volt az első nót, amit publikus elhettek erről, cílis, és cílis cílis így, van. Igen, Igen. így van, és, és e, szerintem egy tök menő, és én azt bírom az Endrébe, és szerintem, egyébként ezt már máshol is elmondtam is, hogy szerintem ők is katujába van zárva, tehát hogy szerintem sokkal színesebb egyéniség, és sokkal színesebb író, mint ami, ami teret engednek neki, vagy ami teret kap a, a zene, e, zenébe, és még e, még most is a, 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 a szűk keretein belül, mármint a stílus szűk belül próbálkozik nyitni, és mer ezzel nem egy jó bejáratot rendszer szerint menni. Tehát nekem ez, ez is maxíres az ő, rész, ő tekintetébe. Illetve a, a, ami miatt megörültem, meg hogy sikerült egy olyan óceándal csinálni ez az, az a házból, ami. ami fémjelzi azt, hogy nem értette félre a feladatot. Tehát én azokat a feldolgozásokat sosem értettem, akik konkrétan hozzákezdenek egy számoz, és vagy gyorsabban, vagy lassabban eljátszák ugyanazt. Tehát, hogy, hogy annak mi értelme van? Tehát az, 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 az számomra nem feldolgozás. Természetesen majd ilyenkor az emberek, akik nem értik a feldolgozás szót, akkor az eredeti jobb, nem, lófoszt a nyár, meg ízé, tehát pont az a lényeg a feldolgozásnak, hogy ne legyen amit az eredeti. Tehát, hogy nem kell jobban szeretni, vagy kevésbé, vagy egyáltalán szeretni se, de pont az a lényeg, hogy egy dalt, egy művészi alkotás teljesen más köntösbe is meg lehet mutatni. Ami és, és ebben az esetben ez, a, ez az a ház, amit csináltak, az egy az egy tök jó oszjászállat. És Mi esetünkben is az oszjándal is azt gondolom, hogy teljesen más köntös kapott. Tehát egy teljes más értelmezést. És a, ugye, hogy amikor az, er, erre visszadobta ezt uh, Endre, hogy válasz, ez tényleg válasz, mert mind a kettők teljesen kivolt fordítva, és mind a kettő egy teljesen más oldalát mutatta meg, úgyhogy szerintem ez így kerekké vált ez a történet, úgyhogy én részemről csak annyit tudom, hogy nagyon-nagyon örülök ennek az egész szituációnak, és köszönjük, hogy Endre volt, meg az egész zenekar, Ricsi természetesen szerencsétlen, Ricsi sosem említik meg az osziámba, pedig ugye már mondhatom azt, hogy egy veterán az egész dologban, meg 20 ugye az, 20 azért éve mondom, éve hogy, hogy az az meg, az ő keze, meg az ő, az keze, meg az, az ő jelenléte a zenekarban azért nagyon meghatározó hangzásban, meg ebbe a feldolgozásba is. Szóval magyarul, hogy az, a, az ő munkásságuk azért szerintem egy, azért, azért nem egy olyan dolog, amit csak így be lehet baszni a sarokba, tehát hogy én örülök, hogy megcsinálták. Úgyhogy köszi André, köszi Mi azt ez nézni a műsort, le, 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 lehet, hogy látni fogja. Ugye, igazából a, a másik, amire így kíváncsi vagyok, hogy oké, okay, hogy nem lehet nagyon tervezni, ugye 2022-re, mert hogy most már itt Omnikron variáns, meg, meg már lassan a Goblin variáns, meg a többi hülyeség is, hogy 22-re vannak, vannak ilyen fejlőtt terveitek, amiről még esetleg beszélhetünk is? amit kúrásra gondolsz? Én az hogy a felnőtt terv Ja, mindig van. Felnőtt. felnőtt. Én most, ezt én mondtam volna, akkor a Te Igen, most ezt én mondtam volna, hogy kapnám most a fikát ezektől. nehogy Laci, csak a én értettem, hogy felnőtt. Nem volt jó a pedig jó volt. Fúr, egy egész a buszba ülnél vele, te is mondaná, hogy nem <há> jó, érted. Oké, okay, de hát olyan türelem mondsz, között, hogy máshol van egy idő hova. után, persze. Egyébként a kérdés, hogy, hogy válaszoljunk. Ma kiszívta, fel, a, kiszívta egy, az, az egy, energiát. Egy fél mondatban természetesen akarunk koncertezni, amennyit csak lehet, vagy amelynek valójában van értelme. Én bízom benne, hogy a nyár az hasonlóan az idei nyárhoz a fesztiválos időszak lesz, és lehet játszani, majd fesztiválozni. Egyébként pedig, ahogy te is mondtad, miután minden nagyon-nagyon bizonytalan, éppen ezért, ha most bármit mondanánk, annak lehet, hogy pont az ellenkező lenne igaz. Úgyhogy szerintem maradjunk annyiban, hogy igyekszünk a lehető legjobban kihasználni a következő évet. Egyébként a zenekar a 2022-es lesz 33 éves, tehát ezt a, ezt a Krisztusi ezt mindenképpen meg fogjuk valamilyen módon jeleníteni. A Lassit keresztre feszítni. Ja, írjés. Debrecen táblánál <síl> a cíjóra fogjuk. Ügyvözöljük Debrecenben. is <síló> oh, 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 oh. szóltak, hogy most nem így tegetsz. <sílófugy> ez azért van egy kis is. <sílófugy> szóval fogunk, dolgozni fogunk jövőre, ez egészen biztos. De az, hogy mit tudunk megvalósítani a terveinkből, mi az, amire lehetőségünk lesz, Miből mennyit tudunk csinálni, ez nyilván tényleg nagyon-nagyon bizonytalan éppen, ezért most bármit ígérgetnénk, annak lehet mondani, pont az ellenkező lenne igaz. Maradjunk annyiban, hogy a jövő évünk, a 22-es évünk, reméljük, hogy jó sűrű lesz. De aktív évre készülünk. Az biztos. Az, De az, az biztos, tudom. hogy nincs könnyű dolgunk. Tehát, amit az elején beszéltünk, hogy, hogy egyszerűen nincs mire alapozni. Tehát, hogy ugye, amit ezerszer elmondtam talán már te is, hogy ugye mindig dicsekedtem azzal, hogy öt évre tervezünk, és ebből hármat meg is szoktunk csinálni. Tehát, hogy ez olyan szinten köddé vált ez az egész dolog, és olyan bizonytalan a jövő, hogy egyszerűen nincs mire hosszú távon tervezni. Iszonyatos költséges egyébként hosszú távra tervezni. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz például meg a nagy bulikat csinálni. Régebben ugye az volt a divat, hogy fél évbe, egy évre előre már elkezdtük az ijesztő plakátokat, multiplakátokat, ami több millió forintos Befektetés. Egyszerűen nem merjük kibérelni a felületeket, mert nem tudjuk, hogy mi lesz. És hogyha ez egyszerűen egy például egy nagy mega gigabúliba beleteszel, mondjuk multiplakát reklámba 3 millió forintot, azt, azt, azt mondjuk háromszor elveszít egy 9 millió, már nem rentábilis a buli. És akkor még csak a multiplakát bukóról beszéltem, social media, minden. Szóval, nem, nem és most nem panaszkodásból mondom, tervezés szempontjából Persze. mondom. Tehát, hogy ez, hogy ez így nagyon-nagyon nehéz nagyot is csinálni, méltó, a talaj méltóság talaj, teljes is legyen, a produkció is uh, megfelelő nagy legyen, a produkció is megfelelő mértékű pénzkölcsünk, uh, sokan is legyenek koncerten, ez most így egy, egy ilyen nagyon-nagyon több ismeretlenes pálya. Uh, azon vagyunk, hogy uh, próbáljuk ebből a maximumot kihozni, ahogy Laci is mondta, de, de nem, nem, nem bármilyen ígéret nagyon könnyelmű lenne. És a, amikor nem volt koncertidőszak, fedeztetek fel esetleg valami új hobbit magatoknak, vagy esetleg fedeztetek fel olyan új zenekart, zenét, lemezt, könyvet, filmet, amit eddig nem is mondjuk most így használtok, hogy így megemlítenétek? Ezt nektek mindig szeretem feltenni ezt a kérdést, Mind, mm. mindig jönnek rá érdekes válaszok. Rám óriási hatása volt az egész COVID-megleállás, meg minden. Tehát, hogy én most nem akarok átmenni most ilyen nagy spirízébe, de én, én egy kicsit azt hallom, hogy nem véletlenül kaptuk, mert de itt most kollektíve 8 milliárd emberre gondolok, nem a tankcsapda zenekarra. és én például már az elején éreztem, hogy ezzel valamit fogok kezdeni, akkor még nem tudtam, hogy mit, és például én előtte nem szerettem olvasni, mert persze elolvastam az Ozzy könyvet, meg a Slash könyvet, meg ilyenek, de azóta például én habzsolom a könyveket, uh, nyilván másabb témába, nem életrajzi könyvekre gondolok. Azért van szorulásod. Igen. <laughs> Mondtam, hogy És... ne habzsolod. Hol olvasni kellett olvasni hát de félreértettem. <laughs> Tehát én, én mondjuk nekem azt mondom, hogy nekem egy tök nagy változás volt eddig ez, a, ez az egész Covid-sztori az élet életemben, kvázi, mintha más ember lennék, mint előtte voltam. Nem, az, most nem azt jelenti, hogy 180 fokba, de egy csomó mindent letettem, és egy csomó mindent meg felvettem. És nekem ilyen szempontból így most hülyén hangzik, remélem senki nem érti félre, nekem is halt meg ismerősöm, meg közeli a betegség alatt, de ilyen szempontból eh, én szerettem ezt az időszakot. Csak így egyszer hasonló beszélgetésben voltam, és azt mondtam, hogy vettem egy 360 fokos fordulatot. <coughs> <Yeah. ugye>. De <coughs> ez val a való Azért mondom, hogy levettem a... egy csomót, felvettem egy csomót, most ugyanúgy vagyok, mint <coughs> igen, így, igen, igen, az, igen, elején. Volt. Ez különben is mindenkinek a szuvenír joga, nem? Igen, igen szuvenír, A igen. Szuveri, szuvenír joga. Igen. Igen. Na akkor, mi Laci, most de mondd el a Mr. Bíróságot, azt akkor meg is érkeztünk. Jaj, de szeretem az ilyeneket. Na. Kérek szépen, Ilyen értelemben nem. Tehát én, én nem kezdtem el vele valami más új hobbiba, vagy nem, nem találtam rá a, a madárházikó készítés örömeire, vagy érted? Tehát ilyen szempontból nem. nem. Tehát igazából én... Én vele. Fél évig próbáltam. De hát, visszamentem a Netflixet. A vasbűvészel, a, a akkor abban hát, visszamentem nézni. van elég hobbi, nem? Hát figyelj, ne, igazából figyelj, az van, hogy most én nem tudom beszámolni ilyen, ilyen nagy, ilyen nagy vagy ilyen nagy nem tudom milyen dologról. Az biztos. Kérem, kapcsolja ki a kamerát. Nem <coughs> neki <szerintem. tos> csak jutnak a <laughs> meg <gül> <gül> Éh, jó. Nem, de jó nagy nem, van, egy pár nem, rajta. Nem, de például, például uh, uh, nem tudom, hogy ha lett volna Covid, akkor, vagy ha nem lett volna, akkor ez megtörtént volna, vagy sem. Nem ennek a számlájára írom. De például utoljára, vagy legutóbb, e -e ez eddig legutóbb, gyerekkoromban olvastam mondjuk Vernét. Verne Gyulának könyveit, Urzás volt körül, meg mit tudom én. És most újra felfedeztem ezt. Nem azt mondom, hogy habzsolom a könyveket, mint ahogy Csidi, de ahhoz képest, hogy mondjuk gyerekkoromhoz képest eltelt mondjuk, mondjuk 20 vagy 25 olyan év, hogy nem olvastam ilyesmit, és most, most újra elolvastam egy-két ilyen könyvet. Ez nekem például, ha úgy tetszik, egyfajta változás, bár ezt nem is nevezném változásnak, azt gondolom, hogy egyszerűen csak visszazökkentem egy kicsit ebbe a, ebbe a hangulatba, vagy ebbe a, vagy ebbe a, dologba. De mondom, én ilyen, ilyen nagy változásokról nem tudok beszámolni. Kálmáit olvastam azt a csomót újra. Ja, azért mondom. Mit? Kármájt. Kármáj. Május Azt hittem, hogy Kálmán. De milyen Kálmán? Egyébként tényleg érdekes, hogy, hogy ugye tök sokan pont azt mondják, hogy keresztje ennek az időszaknak, hogy a bezártság, meg hogy, hogy egyedül, hogy, hogy a, a, társasági élet, a zaj, hogy megszűn, meg mit én meg pont azt kezdtem el élvezni. Tehát, hogy rájöttem, hogy amúgy meg nem tudom, hogy ki vagyok én, tehát ki az a csávó, és hogy ez, tehát, és akkor ilyeneket én nem tudtam volna elképzelni régen. még most úgy úgy <síns> Még teljesen én se. De hogy mondjuk elmegyek öt-hat napra egyedül az erdőbe. És akkor nyilván régen azt kérdeztem, hogy oké, okay, de mit csinálsz? Két csak hát eltévedt. Ezt tudja, hogy Nem azért hogy 5-6 napban annyit akart. Egy délután akart ott sétálni, de csak eltévedt. Ez mire előkerült egy hét eltelt. És ez egy tök jó dolog, hogy, hogy így régen erre azt mondtam volna, hogy oké, de mit csinálsz? Hát ott vagyok. Jó, de értem. De mit fogsz csinálni? Ott vagyok. És hogy most ezeket így megtanultam élvezni. Kúrva jó. Mennyi időtök van, bazd meg? Akkor ennyivel is tudtad a választ. A ha Hát mondjuk azért egy ilyen újnyi és mondom, hogy egyetlen újnyi vastag könyvet, azért nem, olyan, nem kell hozzá túl sok idő, hogy elolvassak. Tehát, hogy... Ja, nem nem, sem. Nem, nem, nem. nem, nem, nem. Az, sem az, az én gond, felőlem. Csak... A kis lexikont is kiolvasod visszafele is. Én utálom ezt az időszakot. Két annyit dolgozok, nem tudok tervezni. Semmi értelme. Tehát így nem, nem az én időszakom. Siri azt évező, hogy hozzálasult a világ. én meg azt utálom, mm -hmm. hogy lelassult a világ, maradjunk ennyibe. Ez mm, nem egészen így van, de. Akkor én Jö. szeretem, hogy, hogy ennyire belassult ez a világ, mm. mert nem történik semmi. <laughs> Még csak annyira megrejtettem, hogy még előbb kitártam hogy frappáns utolsó kérdést, és teljesen elfelejtettem. Mondjál valamit, hogy ehhez miért volna az? Nem, 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 nem. Hát az sokan, kérdezték hogy? Sokan, kérdezték, sokan kérdezték, hogy... sokan, kérdez... mire költöttétek a 66 milliót? <hállítás> ja, ja tényleg, tényleg. Hát szédottuk 3-22-re, hogy mire költöttek. Tudod, milyen 22, most jó a falzsöpe egy, bér. egy a bér. Nem, nem, a szóra bér. Hát nem. Ja. Hát bele, ez egy koncert. És le... össze vagyunk komoly, mi lesz jövőre. <laughs> Én úgy mentem előtt napra az erdőbe, ja, hogy 22 kis és volt. egy nem kell 5 millió. Akkor most úgy te is otthon, nem? Mint a Escobar, egy két falba két elem közé rakott be, bizony, a pénzeket, már a bankba se fér, nem? Ja. Yeah. Igen, igen. Hogy, yeah. a, hogy ne rágják meg, be volt ugye kötve, hogy ne rágják meg a patkányok. Én is ezt csinálom. Szóval sírja, a pénzt az erdőben hordja. Amin a minap, a minap pártom a postán sorba, fizettem be csekeket, és amikor én következtem, és ott a csajja számolta, adtam a két készpénz, igen, azzal fizetek. És akkor ugye a postás kisasszonyoknak ugye kvázi kötelező megkérdezni, hogy akarok-e venni kaparós, jegyet, meg akarok-e kötni utasbiztosítást, meg nem tudom micsodát, és azt is megkérdezte, hogy nem akarok -e venni állampapírokat. Ugye, miközben számolta a pénzt, meg az így a csekeket nézegette. És akkor én meg így viccből, majd hát nyilván viccből mondtam, hogy áh, nem köszönöm, annyi állampapír van nálam otthon, hogy két embert azért adok, hogy vasvilával két naponta átgurát mert összerohad. De ezt nyilván én csak így mondtam, így fél ugye ártak a sorok, és így az mindenki osztok <laughs> a, postás, a, is megállt, ezt így mindenki rám néz. Úgy, 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 csak vicceltem, vicceltem. viccelt. Nem, viccelt nem Egyébként ezekkel mutat. vigyázni kell, mert én is voltam interjúban, és hogy mondtam valami hasonló hülyeséget, és utána jöttek a reakciók, hogy Egyszer például emlékszem a hülyéskedtem, hogy milyen volt Amerikába túrnézni, visszajöttünk amerikai turnéból, és akkor mondtam, hogy nagyon furcsa a másik oldalon autózni, mert mindenki dudál amúgy is, meg izé. És akkor jöttek, hogy de hát ott, ott, ugyanúgy kell, mint Európában, meg is gondolom, úgy tényleg ezekkel vigyázni kell, mert nekünk egyértelmű, hogy poén, de sokan ezeket nem veszik. Na jó, hát azért remélem ezt az adást tették. Bízunk köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Mi remélem, jövőre folytatjuk hát addigra lesz már valami 122 milliós koncert is, hogy még... Ja, ja, ja. van abban az árajállal. Ó, kiszámoltál, a 66-nak a duplája 122, igen. az? Nem, 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 132. Nem, 132, akkor én számoltam. Vagy kiszámoltam. Jó, de a 10 százakat lehattuk meg. Az és annak a fele a 10. Akkor jövőre már 132 millió forint egy tankcsapdakoncert. Így van minden elérhetőség ott lesz a leírásban. De, most, de, de egyébként megint azt mondom, nem mondjatok már ilyet, mert az a baj, hogy komolyan veszik, érted? Tehát én pontosan a lényeg, hogy most mit még gondolkozik valaki tankcsopdába, vagy egy motoros találkozik neki, hogy hülye vagy, ne is kérdezzük meg, hogy hát, vagy, <suk> <Bocsuk> hát, vagy, ja. vagy, vagy, a másik, hogy jövőre 132 millió koncertet fogunk csinálni. Azt viszont, hogy ilyen nappal túlnézni kell. Hát igen. Na, szóval, na. hogyha nem lesz jövőre a koncertünk, miattad van. Fogjátok rám? Na, tehát még egyszer. Fogjátok ezt... rám? Oké, okay, de mit fogunk enni? Hát, Csak beenged. Ja, na, tehát köszönöm szépen még egyszer, hogy meghallgattátok. A leírásban ott van minden, aztán találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Hello, Hello. sziasztok! Hello.